Kezdődik a második elődöntőnk. Oxygen Esports, Team BDS, ki lesz vajon a Carbon Corp ellenfele? Erre a kérdésre várjuk a következő 30 percben, 40 percben a választ. Keressük bizony. És hogy tényleg adódik is a kérdés, itt Berci sorolta fel, hogy vajon mennyi idő lehet ez az összecsapás, hát ez tényleg lehetetlen megjósolni. Hát láthatom, hogy tényleg 30 perces BO heteket, több mint egy órás, idegesítő, idegörlő küzdelmeket is, de hát Máté, szerinted melyik lesz itt? 4-0 vagy 4-3, vagy a kettő között? Először is, szia Máté! Szerintem ez egy szorosabb meccs lesz, de szerintem 4-2 lesz, és én is a BDS mellném fogsolnám, de közben el is indul, és megint egy jó kezdő rúgás után Drolli tört a kapura, de aztán még résen voltak éppen az Oxygen-nél, és meg vannak egyből ellentámadni a 50 Exotic-tól. Jön Monkey Moon-dal növés, a bump is megvan, így a kapu üres, vezet 14 másodperc elteltével a BDS, egy gyors gól egyből. Hát nem kellett rá sokat várni, itt Exotic úgy döntött, hogy ő már pedig fölveszi a hólapátot, és odébb tessékeli, odébb takarítja a játékosokat előtte. Már nem is emlékszem, melyik volt az egyik Oxygen játékos, majd utána 1v2-ben a társ sem tudott sokat mit tenni, egyrészt Drollival, másrészt pedig a kapura lövéssel operáló Monkey Moon-nal szemben sem, úgyhogy 1-0, hát nem kellett túlságosan sokat várni a második elődöntő első góljára, de már is itt van az Oxygennek a kontratámadása, X azonban nem hívja, milyen jól lesz az 55 és Monkey Moon lőhet kapura, keresztléc, és a kapu előtt pattan le a labda, második próbából pedig Drolli nem tudott, nem Drolli volt az, bocsánat, hanem Exotic, nem tudott sokat mit tenni, az emlegetett marokkói játékos jöhet most a flip, még mindig megvan a ceilingről, de csak egy 50-50-et tud kiarcolni magasan a levegőben. Most a BDS nyom, meg akarják tartani a vezetést, és hát meg is akarják növelni az előnyüket. Egyelőre az Oxygennak hát levegőhöz se jutnak, vagy hát oxigénhez se jutnak. Most egy nagyon jó bump a lövés Oskitól, Exotic hatalmas bravúrral éppen, hogy megvan a védés, aztán Monkey Moon-nal már fordul is az egész flip reset. Oski kapu szájából, hihetetlen higgadsággal. Azok az idegek, azok nem remegnek meg ezekben a szituációkban se. Nézzük, jöhet megint a BDS, most X, most egy kicsit kiegyenlítődik. Hoppá! Éppen, hogy vissza kell érni a Monkey Moon-nak. Kis ilyen megvolt az egyenítő találat, talán meglepte a BDS védelmét. Ez a veszélyesen szálló labda. Viszont az Oxygen védelmét még jobban meglepte. Ez az iménti szituáció, Monkey Moon duplázza meg saját maga, illetve csapata góljainak a számát is. A Drolli szép volt a fék, bár ebből a távolságból azért kicsit megkérdezem azt, hogy mennyire volt ez tudatos, ettől függetlenül zseniális volt, mert ezzel becsapta a repülő Oxygen játékost, és így az üresen tátogó kapuba kvázi egész pályás gólt láthattunk, 2-0. Oskinak már ismerős lehet ez a terep, már a tekintetben a Championship Sunday-en az elődöntőben kell részt vennie, top 4-ben is onnan a cél a top 2, Archie-nak, illetve Ixo-nak. Volt már ilyenben része, ha jól emlékszem, de ők annyira idézőben ezt az érzést még nem szokhatták meg. Kíváncsi vagyok, hogy Oski mennyire tud a kulcsfontosságú helyzetekben csapata vezéregyeniségévé válni. Épp az emlegetett próbál prejumpolni ebben a védésben. Szerencséje volt abban is, hogy Monkey Moon-nak elfogyott a boost jellemben, jó volt a csúsztatás a BDS játékosától, de a kapufáról kifejön a labda. És ez így egy zseniális kontratámadási lehetőség Oskinak. Elhasználja a flippet, ott a lövés, de belelövik Monkey Moon-ba ezt a labdát. Közben egy demo, sőt még egy demo. 3-1-be mehetett egy pillanatra a BDS. Jó a 50, Monkey Moon sarokba. Jön Archie a bomba előre, az hosszú X-nak, de már ő fönt van a levegőben. Egyből jön a dunk, tisztáznak a BDS-nél Monkey Moon. Lefele vágódik a labda, nincsen double tap, viszont visszatett labda is híján van. X-o eladja a labdát. Az Oxygen nem tud húzamosabb ideig labda birtokláshoz jutni. Megint a BDS próbál az Oxygen sarkában egy összjátékot bemutatni. Drolli előle, X-o tisztáz, jön Monkey Moon. Megint belövik abba a sarokba. Nem igazán jut innen el a labda. Megint a lövés, és egy Archie a kapufa segítségével egy hatalmas védést mutat be. Megint Oski és Exotic. Exotic nyeri meg a párharcot, ő volt a gyorsabb. Archie, Drolli mellett ellövi, de hát nem igazán jó az a labda. Valahogy a BDS támad, Monkey Moon próbálkozott, Oski próbálja megszállítani a játékszert.
XO lövi ki, és aztán a középpárról építkezik megint a BDS. Archie, ez a passz az túl rövid volt a társnak, és Drali megvan a flipizet, el is tudja használni, nagyot véd XO, de a labda végül BDS játékos elé pattan, egy penkék, ezt hogy védték ki onnan, Oski nevéhez fűződik a hárítás. Drolly, most nagyon beszorul az Oxygen, talán ki tudna jönni most XO révén, ez csak a félpályáig sikerül. Exotic van, hát jöhet a labdával, egy perc van hátra ebből a mérkőzésből. Monkey Moon, most ő mutatja meg eldribbelezési képességeit, ott egy flipiszet, egy 1v1 a végén, de Arch sikerül ki győztesen ebből a külön párharcból. Ott egy újabb kísérlet, és valahogy az a labda végül megtalálja az utat a kapuba, de azt azért nézzük meg így vissza, mert nem vagyok benne biztos, hogy ott a végén Drali ért bele még egyszer, vagy az ellenféltől volt az egy rossz touch. Így van. Na most felét fordulok, felé is fordulok a kérdését, nem látom, hogy Archie ért bele ennyire szerencsétlenül, vagy úgy pattant a labda? Hát szerintem, hát amúgy se volt az egy kellemes szituáció a védőnek. De hát Archie-nak se miközben Drolly egyből a kezdő rugásból már a negyedik találatot szerzi a BDS-nek. Most tudom fejezni a gondolatmenetemet, szóval visszatérve, hát ott ha jól látom, Archie hozzáért az a labdához, de hát egy nagyon rossz szituációba került már alapból az Oxygen védelem. Közben jött még egy gól a kezdő rugásból, és ez a mérkőzés talán már mindegy is. Az Oxygen a folytatásra kell, hogy koncentráljon, és talán valami momentumot, valamit itt találni a hátralévő 30 másodpercben, hogy mi az, ami, ahol fogást talál majd ellenfelén a set hátralévő részében. Nézzük, XO a backboardra, Archie-tól a lövés, de hát az gyenge volt, azt megszelítették. Nem jön senki, Archie nagyon hátul a playben. A lövés, Oski véd, Archie pedig most csatlakozik csapatához, utolsó 10 másodpercen belül Monkey Moon teszi vissza. Exotic-tól gyönyörű a blokk, ott vannak a sarokban. Jön a bepassz, Drolly-t elbampolják, így földet ér a labda. Veszélytelen ez a támadás, de hát a BDS nem. 4-0-ra megnyerik az első mérkőzést. Hát, nem, talán még az magabiztos kezdés is egy ilyen kifejezés lenne, hogyha a BDS-nek a játékát szeretnénk itt jellemezni. Megvoltak a veszélyes támadásai az Oxygennek is, talán egy vagy kettő olyan helyzet is volt, ami csak a BDS védelmének dicséretére válik, hogy abból nem lett gól. Ellenben meccs teljes egészében közel sem volt ennyire jól záró az Oxygennek a védekezése. Úgy már csak azért sem, mert ugye többször kellett nekik is védeni, bár itt most egy gyönyörű oszki hárítást láthattunk, de hát úgy, mert már úgy alapból nehéz mérkőzés nyerni, hogyha gyakorlatilag a mérkőzés minimum kétharmada, de inkább háromnegyede arról szól, hogy az ellenfél támad, te meg védekezel. Tehát a statisztikákon is látszik 8 védés a Oxygen oldaláról, és mindösszesen mennyi 7 lövés a túloldalon, meg 14. Igen, a legnagyobb különbség az a kapura lövéseknél volt, és az valóban azt támasztja alá, amit te is kiemeltél, hogy a nyomás, a labdabirtoklás nagyon sok része ennek a játéknak. Az Oxygen térfelén történt, és nem tudom, talán egy agresszívabb játékstílus lehet az, ami a változás jelenti. Oskitól, Archie-tól, Oskitól láttunk, ő a Liquidnél is már a tavalyi szezonban nagyon szerették alkalmazni a demo és a bump, hogy mondjam, hangsúlyos játékstílust. És talán arra lehet itt is szükség, hiszen ha eltűnnek a pályáról a BDS-t, és amikor egy üres kapu XO-nak, és 7 másodperccel a mérkőzés kezdete után, most az Oxygen szerzi meg a vezetést. Hát ez most mindenképpen egy jó passz, és ez egy gyönyörű beleérés, ott visszavág, mindenkit meglep. 7 BDS játékos vett ki így az egészből. Megnézzük, hogy lesz-e agresszívabb játékstílus, vagy csak hasonló meglepetés, úgymond ball chasing, az is beválhat a BDS ellen. Az gyönyörű volt egyébként, már talán az a boost steal ott a sarokban, hogy a gólpasszt adó játékos ellopta ott a sarokban lévő 100-as boostot, már az igazából egy nagyon jó esélyt ígérhetett volna az Oxygennek, itt az iménti támadásban a gólt is szereztek, de aztán ahogy becentereztek középre azzal, kettő BDS játékost is zseniálisan tudott becsapni, és hát ezért volt az, hogy gyakorlatilag kilométeres hátrányból kellett utolérnie a labdáért érkező centerben közeledő támadót.
de hát azóta már rengeteg idő eltelt. Exotic a saját kapuját veszélyezteti. Nem vagyok benne biztos, hogy kapufa lett volna, vagy épp, hogy befért volna mellette. Nem volt jó a kamera szög, de már Drolli jöhet egy kontratámadással. Oszki nagyon nehéz helyzetben sikerül azonban úgy védenie, hogy már XO-nak a kontratámadását, nem bocsánat, Archie kontratámadását láthatjuk. Vagy láthattuk. Most azon XO nehéz helyzetben, de aztán most elszáll a kapu előterében, keresztül az a labda, előre bombázott labda, Oszki és Drolli találkoznak. Monkey Moon lövi újra az Oxygen tér feladat, jön a lövés, de szép a pre-jump, megint középre tett labda, hoppá, Monkey Moon-tól az nem az elképzelésének megfelelő labda érintés. Archie a plafonról. Oszki lövése, éppen hogy hárítanak ott a BDS-nél, de továbbra is támadhat most az Oxygen. Oszki, lesz-e még egy, nincsen érkező ember a lövésre. Itt pillanatra felszól a BDS kapu. Archie még ott tud maradni a labdánál, lesz még egy, Monkey Moon feje fölött elszáll, Oszki, van boostja, van területe, megvan a reset, magasan Monkey Moon a backboardról tisztáz, jön az ellentámadás, de nem sokáig Archie megakasztja, Archie a sarokig lövi, Oszki ott zavar, de csak a jelenlétével, jöhet Monkey Moon, keresi a passz, jól a lövés, de blokkolja Archie vét. Összességében ez egy jóval szorosabb mérkőzésnek tűnik most már. Júj! Exotic épp, hogy nem érte el, nem maradt sok boostja, talán egy ilyen 5 darab így a legvégére ennek a védésnek, nem is érte el a labdát, hogyha a társnak kell kisegíteni őt. A játékép alapján azért egy jóval szorosabb mérkőzés, viszont az Oxygen egyelőre adós még nekünk a gólokkal. Tehát nem is, most nézem, 7,5 perc telt el, és még mindig nullán tudja őket tartani a BDS. Talán tegnap hasonló forgatókönyv valósult meg a Gentlemates elleni negyeddöntőben is, amikor csak a harmadik game közepén. 1-0 van, bocsánat. Az Oxygen már gólt lőtt, nem tudom, hogy fordítva akartod mondani. Hagyjuk. Elnézést, ezt nagyon elnéztem. Nem baj, megvan, amit lehet klippelni, elnézést, mire ezt nagyon néztem. Drolli. Most Drolli, igen. Ez nagy... Nézzük, az Oxygen most jön a lövés, Drolli megint. Viszont egy szép védés. Az Oxygen védőitől egy demo. Már kimenőtt lehet terület, van is boostja. Oszki majdnem. Átjátsza, de aztán most már Drolli lövését végül az Oxygen védelem megtörik. A nyomás alatt a magas lövésre számított XO, Archie pedig már nem ért vissza, talán fordítva kellett volna lenni ennek, hogy XO az, aki fölfele forszolja a lövést, hogy Archie a backboardról odaérjen. Drolli átjátsza Oszkin, Monkey Moon fordul vele egyből a kezdőrugás után, Monkey Moon föl a plafonra, van még egy átjátszott labda, de tisztáznak az Oxygen védői. Drolli, másfél perc vissza ebből a mérkőzésből, Drolli. Jó a beadás Monkey Moonnak, és... hát jó. Drolli végül úgy volt vele, hogy azért valahogy ő is akart egyből egy gólt, de végül úgy voltak vele, hogy ott van nagyon nálad a gólpassz. Monkey Moon fejezi be ezt a támadást. 2-1 a Team BDS-nek. Ez a, nagyjából ez a, van az a Windows XP-s mém, hogy a task failed successfully hibaüzenet idéződött meg talán egy picit. Tehát a gólt nem kell megmagyarázni, és most az Oxygennek kell futnia az eredmény után. Van még egy picivel több mint egy percig gólt szerezni, az még sok idő. Főleg ezen a szinten, ennyi idő alatt 3-4 gólt is láttunk már egy csapat által lőni. De hát, hogyha a Team BDS támad, akkor erre nem sok esélye van a kék színekbe játszó együttesnek. Archie nem tudja elérni a double tap-et, mert beleér ott a labdába az egyik BDS játékos. Most pedig valahogy utat talál az a labda végül a kék kapuba, és Drolli már 3-1-re növeli itt a Team BDS vezetését. Oszki volt. Igen, az nem is tűnt fel elsőre, hogy ott Oszki ugrott emellé, vagy odébb lökték, a távoli kamerszögből, de innen egyértelmű volt. 3-1, 47 másodperc. Visszahozhatja még innen az Oxygen? Hát, nagyon rá kell kapcsolnia. A BDS nagyon-nagyon szépen mentálisan ott maradt a meccsbe, és csinálták azt, amit lényegében csinálniuk kellett. Most azért Archie, ahogy a lövés pont nem talál kaput, pedig erre nagyon nagy szüksége lett volna kék színekben játszó egyesületnek most. Oszki a saját kapujából tisztáz még mindig, de aztán elpattant tőle az a labda. Exotic lövése kellemetlenül pattintja
meg Archinak kell közbeszólni, a Monkey Moon megint ott tartja a labdát, az Oxygen nem tud kiszabadulni, saját kapuja elől, Oski repül, hát a feje fölött, mindenki feje fölött átszáll, Exotic visszateszi, jön a lövés, tisztázzák, de hát a eredmény, vagy hát a mérkőzés győztese már biztos, egy gyönyörű lövés, és... Micsoda? Ott hogy nem pattant le a földre a labda? Meg hogy ment az be a végén? Gyönyörűen helyezett lövés Monkey Moon-tól. Oszki, de nem a játékosra pattant. Isten, mi? Hát akkor így 4-1 kerül a jegyzőkönyvekbe, nem 3-1. Bár hogyha nem ér bele XO, akkor... Hát ott, ha 1000-nyi lassítás végignézünk, talán ki lehet így centizgetni, vonalazgatni, hogy amúgy is bement volna a labda, vagy pont lepattant volna, úgyhogy csak ilyen pár százalék ló ki még a kapuból. Lényegen nem változtat, mert így is úgy is nyert volna a Team BDS, és most már rendkívül magabiztos 2-0-ás szetbeli előnyben vannak. Ráadásul mindezt úgy, hogy hát összesen 8 gólt lőttek már, ha jól számoltam, és mindösszesen egyet kaptak. Igen, igen, a helyzet kihasználás az, ami egyértelműen nagyon nagy különbség, meg hát persze az, hogy ők támadnak, tehát nyilván helyzeteik is vannak, tudnak veszélyeztetni. Az Oxygen nagyon jól kezdett, és azt hittük, hogy lehet valami változás, és aztán a BDS megint magára talált, és végülis amikor a mérkőzés már kibontakozott, akkor ők tudták érvényesíteni a játékukat. Tehát az Oxygennek itt vagy valami nagy, teljes felfogásbeli váltásra van szükség, vagy esetleg arra, hogy megint találjanak egy korai gólt, és valahogy megpróbálják kivédekezni. Mm-hmm. És egy ilyen beparkoljuk a buszt a kapu elé, hogy labdarúgásból hozott hasonlatokkal éljek, egy olyan stratégiát, és itt az időkérés is, erre azért lehetett számítani. Most itt az ide, itt van nekik az idő, hogy átbeszéljék ezt. Van is mit átbeszélni, mert azért két mérkőzés alatt úgy lőni egy gólt, hogy ráadásul a meccsek java részében a védekezésre kényszerül az együttes. Hát, azt nem sok jóval kecsegtet. Láttunk már ilyenre példát, hogy egy csapat, ahogy a Temu is mondtad ezt a hasonlatot, betolja a csapatbuszt, és aztán valahogyan így is megnyeri a meccseket 1-0-ra, vagy 2-1-re. Tehát olyanra volt már példa, mostanság egyre többször ráadásul a Rocket League-ben. De nem is volt egy év, amikor azt mond, olyan még az volt az általános vélekedés, hogy aki betolja a csapatbuszt, vagy javarészt védekezik, az kb. El is könyvelheti a vereséget, de most már ez működő taktika lehet, de így ebben a kivitelezésben, ha ez tényleg tudatos az Oxygentől, ebben a kivitelezésben ez egyáltalán nem fog működni. Többször kell ott lenni támadásban, akár csak minimálisan, viszont az jóval nagyobb hatékonysággal, illetve hát az is picit kérdéses, hogy ez ellen a BDS ellen egy védekezésre épülő taktika mennyire tud hosszú távon kifogástalan lenni. Szerintem rendkívül nehezen. Így van, közben egy kick-off stratégiával kezdődik a harmadik mérkőzés, hát ez is lehet az a plusz különbség, vagy legalább meglepetés, amit az Oxygen keres, és ami a BDS-t meglepheti, vagy illetve hát váratlanul érintheti. Nézzük, lesz-e folytatás ennek a támadásnak. Archie. Aztán Monkey Moon hozzá el, előtte Exotic segít neki, X-on átjátsza, Exotic még mindig jön a bepassz, jön a demo, Monkey Moon csak fölé bombáz, de aztán Exotic gyakorlatilag mindenkit is elpusztít az Oxygen védelméből, Dráli, jön aztán Archie, tisztáz egy pinch, most felszabadul a kapu, kérdés, hogy lesz-e húzamosabb Oxygen támadás? Nem csak a támadás az lett! Óriási védés Monkey Moon-tól, közvetlen közelről leadott lövést követően Archie bal szélen. Na most már most jóval támadóbbnak tűnik az Oxygennek a játéka, mint az iménti két mérkőzés bármelyikén is. De húzamosabb ideig ezúttal sem tudják fenntartani. Exotic. Exotic teszi föl szépen Monkey Moon-nak a backboardra, keresztlész, Drolia kipattanóra vezet a Team BDS. Gyakorlatilag az első igazán veszélyes támadásából szerez gólt a francia csapat. Mind a három embert érinti. Talán már Monkey Moon próbálkozása is bemehetett volna, de a kipattanóra szépen érkezett Rally. És megszerzi az első gólt a harmadik mérkőzésen. Így van, hát megint. Most a fizikális játék alatt BDS él sokat, és ez teljesen megbomlasztja azt az Oxygen rotation-t, helyezkedést is, és állandóan, illetve talán sokszor már ugye
fejbe, mentálisan is azt hiszi az Oxygen játékos, hogy ott van valahol a BDS-től a támadó, a letámadó, a hátulról érkező bump demo, és nem a megfelelő, nem az optimális döntést hozza a labdával kitisztítésnál, és nem is tudják megtartani. Most viszont Archi előtt a lehetőség, és aztán a kapufáról kijön az a labda, de azért még ott van a BDS kapunál, egy bumppal próbálkoztak, még mindig Monkey Moon viszont felszabadít, aztán már egyből csapattársával Oskit elbampolják. Monkey Moon megint jön a bepassz, és egy gyönyörű lövés, Dráli gól, 2 perccel 2-0 a BDS előnye, és hihetetlen gyorsak a játékosok a francia csapattal, és ez gyakorlatilag megfojtják az Oxygent. Hiába a név, ők nem jutnak Oxygenhez se, és labdabirtokláshoz se. Vagy ha Tatas ülnék a kommentátori állásban, akkor meg végképp nem. Na bocsánat. Egyébként kíváncsi lennék, kár, hogy ilyen statisztikára nem kapunk, tehát ilyen statisztikát egyáltalán nem kapunk, de hogy Dráli hány gólnál tart már ebben a szedben. Az első meccsen rugott 2, most nem emlékszem másodiknál meddig jutott, de itt a harmadiknál is mind a 2 BDS találat az ő nevéhez fűződik. Úgyhogy pont ezt vecegettük itt a felvezető műsorban, és én is említettem, hogy itt a második selejtezőre most már tényleg azon a szinten játszik, ahogyan talán egy BDS szintű csapat, ez elvárható, de XO bizonyítja, hogy ellenük, az Oxygen ellen bizony, így is 100%-os koncentráció kell, mert gyönyörű csúsztatással Oski passzát követően szépít a két csapat. Egy gyönyörű redirect volt, már akartam is figyelni, láttam ott XO-t, hogy ott leselkedett a kapuban, én először azt hittem, hogy vissza fog fordulni, és egy bump, amikor egy kickoff stratégiával próbál a BDS megindulni, megint van egy demót kereső játékos, de most szépen helytállt az Oxygen védő. Szóval visszatérve arra a gólra, bizony XO-t olálkodott, és nem a bumpra ment, amire talán a védelem is számított, hiszen a védőjátékos ott helyezkedett a saját backboardján, és arra várt, hogy nehogy arrébb tudják lökni. És hát végül a labdához ért hozzá, és az meglepte a védelmet. Közben megint egy demo XO, és elkezd talán agresszívabb lenni az Oxygen, és tényleg azt a taktikát alkalmazni, hogy ha eltüntetjük az ellenfelünket, akkor könnyebb lesz őket átjátszani és kijátszani. Szép 50XO, de nem úgy pattan az a labda, hogy Archi számított rá. Oskit 50-zik le megint, Dráli próbálkozott. Már egy perce XO szemszögéből nézzük ezt a mérkőzést, és ahogy váltogatja így a bulkemet kibe kapcsolgatva, van amikor le is maradunk az akcióról. Most éppen az emlegetett próbált volna kapaszkodni erre az 50-50-re, de csak az ellenfél autóját találta el. Támad a Team BDS, Monkey Moon hosszan tolja, megmondtán az 50-50 után. Még kapaszkodnia is kell Exoticnak, a védést azt össze tudja hozni, de vele szemben ott van az ellenfél kapásból, de megúszta ezt a Team BDS, és az utolsó perchez érkezve 2-1-re vezetnek. Egy gólos differencia, még nem dőlhetnek egyáltalán hátra. Ez már nem egy olyan magabiztos előny, mint amit láthattunk az első, illetve a második mérkőzésen. Innen akár egy kósza talált góllal is egyenlíteni tudhat még az Oxygen. De lesz erre példa? Hát, próbálkozik a BDS is, Monkey Moon. Bumpot szépen előzik meg Archi. Ott van előtt a labda, és még beleér, végül is üres volt a kapu, lehet, hogy nem is volt rá szükség, de ott volt, hogy fedezze a védő elől is. Nem is tudom, ki volt, Dráli volt az, aki még hátul helyezett, de ő már esélyem volt visszaérni. És valóban itt ez a kósza találat, amit említettél, egyenít az Oxygen, és talán most látjuk a leginkább meccsben ezt a csapatot. Megint egy kickoff stratégia, üres a kapu XO előtt, és megvan a vezetés, egyből megfordítja a mérkőzést. Hát most XO betalál, ezt talán most megnéztem volna az ő szemszögéből, ahogy eddig egy percig, ez gyakorlatilag egy olyan, megnéztük, hogy milyen az, amikor az ember egy RLCS Pro. Most végre visszatértünk egy másik, az különböző kamera állásokba, kívülről szemléljük a meccset. 20 másodperc, és megint az Oxygen előtt a lehetőség, XO elrepül, a BDS-nél egy picit pánikot veszek észre, de most azért jól bontakozik ki a támadás, kell is nekik a gól. De erre nagyon kevés idejük maradt, hogy elérjék. Itt nagyon közel álltak hozzá, nagyon kevés a boostjuk, 6 másodperc van vissza, és ráadásul az Oxygen támad, XO-t mindenkit üt el messzire, akit csak lát, legyen az labda vagy autó, de hát ezt így
10 boost-tal, vagy 0 boost-tal nagyon nehéz fenntartani a labdát Nullseknél, nem is sikerült Rallynak, úgyhogy 2-1 összesítésben továbbra is vezet a Team BDS, de már csak egy mérkőzésnyi előnye van. Hát, végülis az időkérés az bevált, bár így is várni kellett a mérkőzésben szerintem egy olyan 1-2 percet, hogy ennek hatásait lássuk. Mármint gólokban, mert mutatott játékban már az első pillanattól kezdve, mintha ütőképesebbnek és acélosabbnak tűnt volna az Oxygen játéka. Igen, pontosan ahogy mondod, az időkérésben megtalálták azt az ellenszert talán, bár azért nagyon erősen kezdett a BDS, de nagyon szép, nagyon-nagyon szépen hát visszajöttek a mérkőzésen, megfordították az egészet, és győztek még a rendes, vagy az rendes játékidőn belül az 5 perc lejárta előtt, nem is kellett hosszabbítás az Oxygennek. És ez szerintem az, amiből igazán meríthetnek a folytatásban is, hiszen innen fölállni, miközben a másik opció ugye az lett volna, hogy a BDS gyakorlatilag elszalad ezzel az egész szettel. És igen. Szóval most az Oxygennál van bizony momentum, és van keresni valójuk ebben a szériában, azt veszem észre. Kíváncsi vagyok, és nagyon-nagyon izgatottan várom, hogy lesz a folytatás. Hát, nem vagy ezzel egyedül, meg szerintem itt minden néző tűkönülve várja, de főleg az Oxygen szurkolók, hogy vajon képes-e itt a set állásának megfordítására a csapatok. Ez megint egy érdekes kickoffot láthattunk, hogy nem az átlósan álló játékos ment rá a labdára, hanem aki hátul volt a kapu előterében. Hát egyelőre mondhatni bejött, mert a labda ott van a narancs térfélen, de úgy igazán nagy veszélyt egyelőre még nem tudtak kifejteni a BDS kapujára. Sőt, most már védekezésben kell jeleskedni ők. Monkey Moon nincsen boostja, de ott van a beadás, érkezik is! Exotic, és megszerzi a vezetést a Team BDS-nek. Ja, Monkey Moon gyönyörű szóló játékát láthattuk. Archin és Ixon is átjátszotta, és hát más védő már nem volt, hiszen előtte Oski volt az, aki egyből megvert a középpályán pattogó labdához. Nagyon szép volt az ütemváltás a gyors játékból. Lassúba, majd újra gyorsra váltott, jött a passz, vezet a BDS. Az Oxygennek megint keresnie kell, és kis hiány megvan az egyik találat. Hatalmas védés volt, Ixon lövését hárították. Az oldalfalról Oski, hoppá, majdnem. Az két héttel ezelőtt Joyo-nak a Vitali ellen egy hasonló szituációból gólt szerzett. Oski ezzel próbálkozott, most ez nem sikerült, Archie próbáltott bumpolni, Exotic őt elkerülte, tud tisztázni, de nincsen boostja. Dráli ellökt onnan, Ixo, de még Dráli mindig ott kellemetlenkedik, Monkey Moon, a labda megint lelassítja, szép az ütemváltás, megvan a flip reset, Oski tisztáz, de csak Exoticig jutnak, a BDS támadása továbbra is fennáll. Egészen eddig a pontig Ixo hatalmas booming clear, még kaput is talál, de nagyobb volt a füstje, mint a lángja, Oski centerezését Monkey Moon kapcsolja le, és egy próbált volna picit kellemetlenkedni az Oxygen, de ez annyira nem jött össze, hogy a végén Drolli egy airdribble-jénél kell koncentrálniuk meg, és oldja a helyzetet Ixo, de csak ideig óráig, mert most Monkey Moon veszélyeztet Ixo, szép volt a hárítás, kevés buszjával ennyit tudott elérni, lepasszolni a labdát Oskinak. Oski gyengén előtt labda már, mint egy erejére értve, mert jó magasan szállt Archie. Most próbálja beszorítani ellenfelét az Oxygen. Tehát erre, ha láttunk is példát, olyan túlságosan sokáig nem tartott, bár így is tudott például az előző meccsen 3 gólt szerezni a kék együttes. De ebből az offenzívából egyelőre gól nem születik. Talán ebből, hogyha Drallitól lehet tudják venni a labdát, de ez nem történik meg. Sőt, kettő emberen is háthámozza magát, a harmadikon azonban nem tudja. Archie a backboardon, szép labda átvétel. Archie egy ember mellett el tud venni, a másik mellett Monkey Moon egészen pontosan nem. Ixo és Drolli 1v1-je itt a sarokban. Önfeláldozó labdaérintés, a labdabirtoklás most már a BDS-é. A Monkey Moon megint a sarokból próbálkozott, jön a passz. Most kicsit jobban készen állt erre az Oxygen, még egyszer nem hagyták magukat, hogy Monkey Moon átverje őket. Ixo tisztáz, de nem tudnak felszólítani, jön a lövés, Oski tud közbelépni. Most Ixo egy távoli lövéssel, azért Ixotiknak ott résen kellett lennie, nyújtózkodott is, de a labda továbbra is a BDS-nél, Monkey Moon arrébb lakik, de még egy micsoda labda érintés, és Dráli a semmiből meglepi az Oxygen védőt, azt hitte, ha jól láttam, Oski volt az, hogy ott neki
lesz ideje, miután Archie nem érte el a labdát, Dráli pedig szemfüles volt, és ilyen lesi puskás módra megduplázza a BDS előnyét, és 2 perccel a meccs vége előtt az Oxygennek megint fordítania kell. Ez az eventi gól egyszerre volt Dráli dicsérete, illetve az Oxygen védelmének a hibája. Utóbbi ennyien elnézték, Dráli pedig éles szögből azért kellett oda. Hát nem is tudom, ilyen célzó keresztnek minden, hogy azt abból újra el tudja találni a kaput a két védő között. 2-0, most már kezd lassan nagy problémába kerülni az Oxygen. Tehát másfél perc alatt a játék képe alapján, ha csak nem tudnak valami nagyon radikálisat gyorsan változtatni, akkor bizony ezt a mérkőzést elveszíték, főleg így, hát mit játszik a Team BDS? Hatalmas passz Exotic-tól Monkey Moon felé, eleve a gólszerzőtől indul a támadás, Exotic szépen teszi vissza az érkező társnak, ketten repülnek el a kékek közül. Gyakorlatilag csak az üres kapuba kellett bepaskolni ezt a labdát. 3-0. Így van, egy gyönyörű csapatjáték után megint a kezdőrúgás. Dráli viszi el, Oszki aztán visszalövi. Archie ugrik rá egyből. Jó a tempó, talán erre van szükség az Oxygentől. Oszki, de csak blokkol, nem annyira jó Dráli területben, de hoppá, elszámolt azt a labda ívet. Meglepte, hogy vagy jobban ott a plafonhoz fog érni. Nem igazán tud, mindig előretől egy-egy Oxygen játékos, de vagy egy védővel hamarabb megállítják, mint ami igazán kellene, vagy miután megállítják, folytatás nincsen, és nincsen csapattárs, aki ott tartaná azt a játékszert, ott fent tartaná a támadást. Oszkit most megint leszerelik, Monkey Moon, hú, veszélyesen pincselődik a labda a narancsárga kapu fele. Xo meg előzi Drálit. Dráli most visszafordul, ő az, aki ott kellemetlenkedik, így Xo-nak meg kell várni a saját kapuja elől. Keresi Archie-t. Archie föl a plafonra, egy demo, de Dráli résen van, és mivel Archie-ek nem volt már további beleérése ott, így elhal a támadás egyelőre. Hát 20 másodperc. Ha csak nem lő most nagyon gyorsan egy gólt az Oxygen, úgy 5 másodpercen belül, és nem szerez még egy középkezdéses gólt rögtön utána. Tárgytalan minden, amit mondtam, mert Exotic lezárja a mérkőzést Dráli centerezését követően, így 4-0. Hát az előző mérkőzésen csak 2-ig jutott a Team BDS, és azt meg is tudta fordítani végül az Oxygen 3-2-re, de most ugyanazt csinálják, mint az első és második meccsen, 4 gólt lőnek az Oxygennek. És hát innentől kezdve már csak a pontos végeredmény a kérdés, és az, hogy ki fog nyerni, az már nem, de hogy 5-0 lesz, 4-1 vagy 4-0, az, ha a labda földet ér, vagy kapuba megy, kiderül, de földet ér, 4-0, set ponthoz jut ezzel a Team BDS. És hát, mennyire ennyi a kifejezés, azt mondom, hogy komoly gond van az Oxygen. Egyáltalán nem, sőt még lehet, hogy is alul becsülted ezt a helyzetet, nincsen már ugye időkérésük se. Szóval nagyon kevés idejük van ahhoz, hogy most kitaláljanak valamit. A BDS ura ennek az egész helyzetnek. Nem is tudom. Talán meg most ezen a mérkőzésen azt vettem észre, hogy vagy a BDS játékosai figyeltek erre jobban, vagy az Oxygen játékosai felejtettek el, de nekem a fizikális játék hiányzott a kék csapattól. Szerintem, hogyha több demo és több bump lett volna, akkor azt szerintem megkönnyítette volna a dolgát az Oxygennek, és a Team BDS nyomása és támadó fölénye nem lett volna ekkora. Én ebben látom továbbra is, hiszen az egy mérkőzés, ahol ők nyertek, ott talán ez volt az, ami jobban működött, és ez volt az, ami a helyén volt, és ezt látom megoldásnak. Egyelőre a BDS-nek van viszont válasza. Amit egyébként érdekes volt nézni itt a statisztikában, gyors összeszámoltam, hogy a BDS-nek 8 kapra lövése volt, az Oxygennek pedig 7. Tehát ha ezt úgy nézzük, akkor egy gólos különbség lett volna talán az, amit ezek alapján azt mondja, hogy oké, de hogy 8 lövésre 4 gólt lő az egyik csapat, a másik meg 7-ből semmi, hát a támadások minőségén kéne nagyon drasztikusan változtatnia az Oxygennek, mert például oké, itt is nagyot kellett nyújtózkodnia Monkey Moon-nak, de itt senki a közelében nem volt, hogy esetleg például bumpolják, amit te is említettél, hiányzik a fizikális játék, a bump demo play. És amíg ezekben nem tud komoly javulást mutatni a kék csapat, addig hiába lesz mondjuk ugyanannyi kapulés, mint a BDS-nek, nem nagyon fog belőle még fele annyi gólt se lőni
mint a francia csapat. Oszki, jó labda átvétel, és a Flick is az érkező Exotic-kal szemben. Na itt most már Dráli nem éri el, XO éleszögből, arra már visszaért viszont a marokkói. Kisebb káosz most a BDS védelmében, na ez már azért veszélyesebb támadás volt, és most a nyomást fent tudja tartani talán az Oxygen, de Rixontól nem volt túlságosan szerencsés ez a labdaérintés, de végig is a labdát meg tudja tartani a kék csapat, mondom ezt én. Így van, fordul egyből az a bizonyos támadó nyomás és offenzíva, Dráli, szép a Flick, Oszki azért résen van és véd a belső sarokból, Exotic visszaküldi még mindig a labdát, nagyon sokat várt Archie, nem volt neki boostja, ott pattog még mindig a labda, jön a lövés, Oszki kiért, blokkolja, micsoda dulakodás, végül Dráli jön ki győztesként, Exotic lövését XO, Archie-nak kevés boosttal tovább tudja tolni, viszont visszapróbálják tenni, de XO, nagyon szép mentése, Exotic plafonról pattan le, Archie előtt azért terület, szerez boostot, de Exoticon nem tudja egyenlőre átjátszani azt a játékszert. Próbálja gyönyörű fake Drálitól, lelassítja egy picit azt a játékot, csapattársának időt ad, hogy visszaérjenek a pozícióikba, a rotationben szerezzenek boostot. Nagyon-nagyon fontosak ezek az apró momentumok, amikor tempóváltást tud egy-egy játékost úgy létrehozni és úgy kreálni, hogy azzal a ellenfele teljesen gyakorlatilag lefogyasztja és jegeli, miközben azért egy Oxygen lehetőség volt, és egy kicsit kiegyenlítődni látszik a játék. Dráli azonban ezen gyorsan szerette változtatni, Archie elüti az érkező Monkey Moon elől, és XO veszi át végül a labdát. 1v2-ben jöhetett volna az angol játékos Oszki, nem tud még egyszer beleérni, igazából utas volt már csak az autójában, mert nulla boost az szálltott jól magasan a levegőben, nem nagyon tudott volna labdálni, legfeljebb ha belérúgják. De hát az, hogy most 0-0 az állás, az azért egy picikét szerintem az Oxygennek is a dicsérete, mert mutatott játékban azért tudtak javulni az előző mérkőzéshez képest. Ilyenkor, nem is tudom, már többször állt 2 vagy 3 gólos előnyben a Team BDS eddigre. Mekkora a ground pinch Dralitól, majd aztán kioszt egy demót is 0 boosttal. Ember hátrányban kell védekeznie az Oxygennek. Nem pánikolják el egyenlőre, már csak azért is, mert ilyenkor láttunk már sok csapatot itt a hétvége során, hogy double commit-el hoz ki. 1v2-ben nem tudja megoldani, sőt XO kapaszkodik. Tisztázás még nem az igazi, nagyon beszorul az Oxygen. Támadások minőségében is most visszaesett szerintem a BDS játéka. Tehát végül is, hogyha egy mérkőzés nem 4-0, nem ennyira nyersz meg, a végeredmény ugyanaz. Tehát a tovább 0 perc. Ez is elég lehet. Bocsánat. Szóval valóban az... Mondjad. Egy vesztésre szálló labda, ami kis ilyen bepottyan a BDS kapuba, majdnem az Oxygennek lett meg az 1-0-ás fölény. Igen, igazából csak alá meg akartam erősíteni a gondolatmenetet, hogy lényegtelen, hogy hány gólt lősz, a végeredmény a fontos. Most ez a mérkőzés nekem hasonlít, ahogy mondtad, talán a második mérkőzéshez, ahol azért az Oxygen igenis partnere volt a BDS-nek. Ebből kell majd több, ez a mérkőzés egyenlőre jobban alakul nekik, de hát ez még kevés lesz, hiszen akkor is még csak megközelítik a BDS a set állásban, továbbra is a BDS-é lesz a set match, vagy a set elő, vagy set... micsoda? Setbeli vezetés. Setbeli vezetés, igen, köszönöm. Szívesen. De hát 18 másodperc, kb. Biztosra lehet venni, hogy ez egy egygólos mérkőzés lesz, ha csak nem látunk egy hasonló véghajrát, mint két héttel ezelőtt a Vitality Gentlemates elődöntőben, de nem úgy néz ki. Itt egy góllal fog nyerni valamelyik csapat. De vajon az Oxygen lesz-e, vagy a BDS? XO még egy kukszirpincset bemutat. Archie életben tartja a játékszert, XO fölpattintja, Exotic pedig hagyja, hogy leérjen. Aranygól dönt arról, hogy itt maradunk-e még további legalább 5 tiszta játékpercre, vagy nem. És a BDS jut be a döntőbe. Vagy ez elnapolásra kerül, vagy akár elvételem, de még egy kukszirpincs, ez jó magasabb, kapura egyáltalán nem veszélyes. Az előző veszélyesebb volt, pedig az is mellé ment volna, Oszki. Na most próbál némi nyomást kifejteni ellenfele kapujára az Oxygen. Jól oldják meg egyelőre ezt a nagyon szorongatott helyzetet, még ha csak rövid ideig is. Dráli,
kint a bal szélen, nincsen buszja, ő már nem nagyon fog játékba avatkozni, semmi gond, érkezik két társa, Monkey Moon, illetve Exotic, Archie, eddig szép a labdajátékba hozatala, ott a centerezés, de nem fér hozzá az érkező Oxygen játékos a labdához, és megúszta ezt a helyzetet a Team BDS. Így van, az Oxygen itt az hosszabbításban elkezd boost és labda birtoklás előnyhöz jutni, kicsit felébrednek. Most talán ők irányítanak. X-ut egy jó lövés, kapufa, és keresztbe vágódik. Archie nem tudta jól kiszámítani, hogy hova fog pattanni az a játékszer. Hatalmas lehetőség végül kimarad az Oxygen-től. Ez pedig nagyon-nagyon sok mindent jelentett volna a Momentum szempontjából. Nagyon-nagyon, hát nyilván nagyon fontos nekik nyerni itt, de talán annál az is, hogy minél hamarabb, hiszen hát nem akarnak elfáradni. Egy kivágódó labda és X-nak kell hát nagyon-nagyon sietnie, de nem ér oda. X-otik visszalövi, Dráli még, Monkey Moon lövése. Oszki a saját kapujával indított egy érdibölt, kicsit időt húz, átjátsza a flip resetet. Több boostja már nem volt, egy bump terűség, de nem volt az igazi, így visszaér a védő. Tovább csúsztatják a BDS-től megint. Nem is tudom, már kicsit Oszki az, aki belövi a sarokba, Monkey Moon pedig tisztázjon a lövés. 50-50, BDS-nél a labda. Hol volt idáig ez az Oxygen? Hol volt idáig az a kék csapat, amelyik ennyire partiban tud lenni a Team BDS-szel? Szerintem most még szorosabb ez az összecsapás, mint volt a rendes játékidőben, ugye az 5 perc alatt. Tehát egy gólon dőlnek itt most sorsok, hogyha mondhatjuk úgy is. Ott van a lövés Drali, nagyot véd azonban Archie, kapufa, ott van már kibú lövése, keresztléc, érkezik a harmadik prób, és már bent van Drali lövése. 2 perc 38 másodperccel húztunk rá az ötödik mérkőzésre, és a Team BDS jut be a döntőbe. Ők lesznek a Karmin Corp ellenfelei a Grand Finalben. Az Oxygennek pedig az elődöntő jelentette a végállomást.